Nagyon sok szeretettel és Isten igéjével is köszöntöm az Országos Református Cigány Misszió követőit, és természetesen mindenkit. Azt mondhatom, hogy Kárpát-medencében, határokon innen és túl, és nem utolsó sorban természetesen a Vácartyáni Református Gyülekezet minden tagját. Kegyelem legyen nékünk, testvéreim, és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, jobb nálad egyetlen nap, mint ezer máshol. És olyan jó tudni azt, hogy te mindig és mindenkor velünk vagy. Hogy te a búcsú szavaiddal is azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Urunk, mi mégis annyira gyakran érezzük magunkat egyedül, érezzük magunkat magányosnak. Jövünk most eléd a magányos, bezárt szívünkkel, nagyon sokszor beteg testünkkel és lelkünkkel, mint olyan emberek, akik annyira vágynak a te kegyelmedre, mint akik annyira vágynak a te szabadításodra. Úgy jövünk eléd, mint olyan emberek, akik nem tudjuk, hogy mi következik. Akik olyan dolgokba vetjük a bizodalmunkat, amelyek emberi dolgok. Ennek a világnak az arcához, ábrázatához tartoznak. És bizony olyan szomorú vele szembesülni, hogy ezek a dolgok elmúlnak, ezek a dolgok mind végesek. És amikor ezzel szembesülünk, akkor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk, a kilátástalanságban maradtunk. Könyörgünk, Urunk, hogy szólj a te igéd által, erősítsd meg a remegő térdeket, egyenesítsd ki a meghajolt hátakat, derekakat, hogy valóban meg tudjunk merítkezni a te igéd üzenetében. Szentlélek Isten, légy jelen közöttünk, és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Kedves testvéreim, egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni, és azt Isten szent lelkét segítségül kérve és várva magyarázni. Mindez írva található a Jelenések könyvének a harmadik részében, a harmadik rész 20. versében, így: Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szeretett testvéreim, bizonyára mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor nagyon sokszor kell egy helyre elmenni, hogy el tudjuk intézni ezeket a dolgokat. Van erre egy jó képiesen kifejező magyar szavunk, ez így hangzik, hogy kilincselés. És szerintem, akik most nézitek ezt az áhítatot, mindannyian tudjátok, hogy mit jelent ez a szó, hogy kilincselni kell. Hogy nekem nagyon-nagyon sokszor ott kell lennem, nagyon sokat kell akár várakoznom, hogy azt az adott ügyet el tudjam intézni, vagy arra a helyre be tudjak jutni. És akkor különösen nehéz ez az úgynevezett kilincselés, amikor tudjuk azt, hogy valójában hiába megyünk, és hiába próbálkozunk, nincsen semmi értelme, mert nem fogunk tudni azon az ajtón bejutni. És ez mindez természetesen megvan fizikai értelemben, mert vannak olyan helyek, ahová nem lehet bemenni, nem lehet bejutni, és lelki értelemben is megvan ez, hogy úgy érezzük, hogy én hiába nyomom a kilincset, nem fogok oda bejutni. És bizony, és ez a szomorú valóságunk, vagy hittapasztalatunk, hogy néha, vagy nem is annyira néha úgy érezzük, hogy Istennek az ajtaján is hiába nyomjuk a kilincset, mintha nem venne rólunk tudomást az Isten. Hogy mi nagyon gyakran elmondjuk az imádságainkban a mi problémáinkat, a mi érzéseinket, a mi fájdalmainkat, és nem kapunk rá választ, nem kapunk rá
igei megerősítést, nem kapunk kimenekedést. És ilyenkor felszoktuk ezt róni az Istennek, szemrehányást nagyon könnyen tudunk tenni mind az embereknek, mind az Istennek. Miért nem történik változás? Vagy legalább miért nem kapok erre magyarázatot? És a mai igénk alapján én azt látom, kedves testvérek, hogy az a baj, hogy mi szeretnénk nyomni a kilincset az Istennél. Hogy mi vagyunk azok, akik nagyon-nagyon szeretnénk bejutni ő hozzá. És ebben a nagy erőfeszítésünkben nem vesszük azt észre, hogy valójában fordítva van, hogy valójában ő az, aki ott áll a mi házunk előtt, a mi szívünk ajtaja előtt. Mert sokan szomorkodunk most a karantén helyzetben az üres templomok, az üres imaházak miatt, hogy nem mehetünk be úgy, és olyan formában együtt Istent dicsérni, dicsőíteni, imádkozni, igét hallgatni, ahogyan azt megszoktuk. És ebben a szomorkodásban is olyan könnyen megfeledkezünk az Úr Jézusról, aki ki tudja, hogy mióta áll már ott a mi szívünk ajtaja előtt. Ki tudja, milyen régóta vár már ott nálunk. Mert az üres templomok, az üres imaházak azt is jelenthetik, hogy az otthonaink válnak templommá vagy imaházzá. És ezek a kis, picike templomocskák, lelki templomok, mint élő kövek, ugye tudjuk, az igéből összekapcsolódnak egy hatalmas nagy lelki házzá. Mennyire szoktunk mi készülni a vendégvárásra, a vendégfogadásra. Nálunk otthon Szatmárban, Szabolcs-Szatmárberg megyében ennek nagyon különös hagyománya van. Engem úgy tanítottak, úgy neveltek, hogyha a vendég jön, akkor mindent, vagy mindent is ki kell rakni az asztalra. Így neveltek, és így tanítottak a legtöbbünket. És el szoktuk ebben felejteni azt, kedves testvérek, hogy Isten nem vendég akar nálunk lenni, hanem örökké ott akar velünk és bennünk élni. Mert nagy különbség van a között, hogy én akarok vendégeskedni az Istennél, amit nagyon-nagyon szeretünk, hogy hetente egyszer, kétszer, háromszor elmegyek az Isten házába, az Isten közelébe, és mintha egy szolgáltatást várnék az Istentől, hogy nekem adjon lelki megkönnyebbülést, nekem adjon válaszokat, engem segítsen meg. Ez az ige azt mondja, hogy amikor így gondoljuk, amikor így élünk, akkor nem jól gondoljuk és nem jól érezzük. Mai igénk utolsó üzenete, amit a lelketekre szeretnék kötni, kedves testvérek, az ez, hogy ne élménynek, ne heti pár alkalomnak tekintsük az Istennel való kapcsolatunkat, az Istennel való találkozásainkat, hanem mondjuk ki mi is Pál apostollal, hogy azt az életet, melyet ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Válaszoljunk az Isten megszólító szavára. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, valóban rámutattál arra, hogy mi hogyan gondolkodunk hitről és kereszténységről. Hogy mi annyira szeretünk nálad vendégségben lenni. Annyira szeretjük azt, amikor mi lehetünk a középpontban. És ebben a nagy érzelem hullámban megfeledkezünk arról, hogy te, Úr Jézus Krisztus, ott állsz minden egyes háznak az ajtajánál. Minden egyes szívnek az ajtaján kopogtatsz, és a bebocsátásra vársz. Uram, én személy szerint könyörgöm mindannyiunkért, hogy lássuk meg, és halljuk meg a halkszavú messiást, ami szívünk ajtajainál. Hogy merjük elkészíteni a szállást ott, te neked, Úr Jézus Krisztus.
Könyörgöm azért, hogy ne vegyen erőt rajtunk a kicsiny hitűség, ne vegyen erőt rajtunk a félelemnek a lelke, hanem a fiúságé, tudva azt, hogy mi a szabadításnak, a Jézus Krisztusnak a gyermekei vagyunk. Könyörgöm, Uram, hogy Te őrizd meg testvéreinket, az egész országban, az egész világon, Kárpát-medencében, mindenhol, tudva azt, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Könyörgünk, Urunk, bölcsességért, egyházi és állami vezetőinknek, önmagunknak, hogy úgy tudjunk eljárni, helyesen tudjunk eljárni, hogy ez a veszély minél hamarabb elmúlhasson. Kérünk a dolgozókért, szükséget szenvedőkért, betegekért, hogy mindannyian átélhessük, milyen az, amikor találkozunk a feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztus nevében valóban köszöntök mindenkit közel, stávol, tudva azt, hogy fizikai értelemben távol vagyunk, de lelki értelemben egy közösséget alkotunk. Nagyon várom, hogy személyesen is tudjunk találkozni. Kívánok mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást, Szentlélektől jövő bölcsességet, bátorítást, vigasztalást, Isten gazdag áldásával. Áldás békességet, Istennek dicsőséget.